Sziasztok! Ez itt a Vétvet legújabb adása. Ma egy Harry Potter kihívással készültünk. Ma az lesz a feladatunk, hogy Harry Potter idézetekről találjuk ki, hogy melyik könyvben szerepeltek. De hogy mégse legyen ilyen egyszerű a helyzet, ezeket az idézeteket oda meg visszafordították a Google Translator segítségével. Mivel mind a 7 könyvet és mind a 8 filmet érinteni fogjuk, ezért most szólunk. Spoiler veszély! Mennyire vagy Harry Potter rajongó? Hát szerintem elég nagy rajongó vagyok, bár könyveket amúgy nem olvastam sajnos. Szeretem. A barátnőmmel mentünk mindig, amikor megjelent a moziba, és első héten nem néztük. Viszont ez 10 éve volt körülbelül, szóval fogalmam sincs semmiről, mert egyszer láttam az összeset. Amikor így kijöttek a Harry Potter, az első könyv, én szerintem akkor olyan 10-11 éves lehettem. És én előtte nem voltam igazán könyvmoly. És annyira emlékszem, mikor megjelent az első könyv, akkor ilyen nagy felháborodás volt. De úgy emlékszem, hogy így templomok mondták, hogy ők betiltatnák ezt a könyvet, meg hogy ne olvassák a gyerekek. És emlékszem, hogy néztünk egy műsort anyával a tévében, hogy a keresztény egyház nem támogatja ezt a könyvet, és akkor anya rám nézett, hogy akkor ezt olvasd el. Én olvastam a könyvet is, láttam a filmeket többször is, viszont 100 évvel ezelőtt, és összefolyik nekem az összes történet. Tehát én az ilyen címek, meg hogy hányadik rész, meg ilyesmi, azokat nem tudom. Én nagyon is Harry Potter rajongó vagyok, én mind a 7 könyvet olvastam, legalább 3-szor, de nagyon rég. Úgyhogy sokat felejtettem, de nagyon kíváncsi vagyok. Akkor veled nehéz dolgom lesz. Nehéz dolgod lesz, Zsófikám, így van. Jó, hát... De állunk elébe, nem igaz? Ja, persze. Ez a jobbik. Azt a kutyafáját. Szerintem ezt nem is tudtátok volna jobban megkavarni ezt a Google Translate-t. Ez a halál erekély. Szerintem ez az utolsó a Harry Potter és a halál erekélyében. Annyira előttem van egy jelenet, és lehet, hogy nem abban van. Amikor a Bellatrix Lestrange rátámad a Ginny Weasley-re, és akkor valamilyen ribancosat kiált rá a Weasley anyuka, igen. De most legyen. Akkor miért vetted el? Ja. Hát mert tippelek. Ja, oké. Okay. Legyen ez valami Voldemortos harcos valami jelenet. És nem adja neki a lányát. Legyen a 4-es könyv. Erre emlékszel erre a részre? Ezt a Bellatrixnek mondja a Ronnak az anyukája. Így van. Igen. Mielőtt kinyírja. Végül is szép befejezés. Az utolsó szó, amit hall, az a ribanc. Szerintem egy picit ez olyan dolog, hogy ugye az első könyvnél még mindenki 10-11 éves, de a hetediknél már bizony ott már belefér szerintem egy ribanc. Mit előfordulhat? Oké. Obviously a Hermione mondja Ronnak, amikor ilyen van köztük ez a kis szexuális feszültség. Fú, na, és ez viszont hányadik rész 3 év után, akkor most ez a 3. vagy a 4. könyv? A Hermione mondja Ronnak, és a halál erekély első film, tehát, hogy a halál erekély. Ezt én tudom! Akkor az enyém. És a 4. rész a tűzserlege. Ó, amikor elmegy randizni a Viktor Krum. A... 4. könyv. Negyedik könyv. Ami a... Nem tudom, hogy mi annak a címe. Várjál, volt a... Az a... Tűzserlege. Az volt, ugye pont az a trimágos kupás volt, nem? Please. Felkezdtem nom magam. Ez szerintem a tűzserlegében van, amikor arról van szó, hogy a Ron nem akarta végül elhívni erre a karácsonyi bárra a Hermione. Szerintem is, igen. Majd csicskítva vagyok rendesen. Ezt is tudod? Nem tudom, csak sejtem. Én tippelek előbb. Halál erekély? Az a tudomány, majd mindjárt eszembe jut a neve, amikor ki lehet találni egymás gondolatait, és a Snape, aki a Piton, ja, amikor a Harry kell, hogy tanítsa erre a Harryt. Ez a... Ja, hogy lezárja az elmét. Igen. Aha. Oh. Félvérherceg.
De ha nem a Főnix rendje... Szóval nem tudom, mert ez annyira jó jelenet. Gondolkozzunk még. Ez a Harry Potter és a titkok kamrája. Végül is amúgy ez egy nagyon okos Eszti, tanács. Hova lett a memóriád? Ez, figyelj, egyébként csak mondom, hogy ez a filmben nem volt, ez a könyvben van csak. Igen. Ez nem volt a filmben, úgyhogy ez azért volt nehéz. Én sem emlékeztem erre. Oké, ez szerintem ez a jelmondat, hogy nem az a jelmondat, ami szerepel a térképen és a csavargók térképén is, hogy ez a esküszöm, hogy rosszban sántikálok, vagy valami ilyesmi, és ez szerintem ez már a legelső részben is volt a bölcsek kövében. Ó, nem már. Titkok kamrája. Szerintem ez az esküszöm, hogy rosszban sántikálok. Ezt akkor így nyitja ki Harry a térképet, és persze mondanom ki, hogy melyik részben, de melyikben én kapja tudom, meg. De lehet, de az aszkabani fogoly. Jó. Mikor kapja meg a tekergő térképét a... Hát nem tudom, aszkabani fogoly? Ez az! Tessék. Szerintem a hármas évben szerepel. Kizárásos alapon még volt öt lehetőség. Hát nem, mert a másodikat előttük, az első az rossz válasz, úgyhogy... Én nagyon örülnék egy ilyen térképnek. Mindig tudnám, hogy anyám hol jön. És lekerülni. Tölts le egy ilyen nyomkövető appot a telefonjára igazából. Hát amúgy igen, a technika szépsége. Ezt tudom. Ezt a Hermione mondta a legelső részben. Kész vagyok. Tűzserlege. Ezt Hermione mondja Ronnak a Főnix rendjében. Hát ez legyen a ötödik, az volt már. Nem. Akkor legyen az ötödik, Főnix rendje. Basszus, a Főnix rendje. Ez az első kötetben van, és a trollos rész. Nem, amikor a bolyhoskához bemennek. Igen. A bölcsek köve. Komolyan. Ezt szeretném én. Na, ezt is a Hermione mondja. És ez szerintem az első részben volt, tehát akkor derült ki igazán róla, hogy én mennyire is stréber, hogy kirúghattak volna. Hát ez biztos, hogy a Dumbledore mondta egyébként, már csak az a kérdés, hogy mikor. Ez Dumbledore mondja Harrynek, és a... Basszus, bocsánat, ez a hatodik vagy a hetedik? A hetedik. Tippelek, úgyhogy a hatos. A félvérherceg. Most tudtam a címét. Vidd, nem tudom, amúgy nagyon nehéz összerakni, hogy melyik részben volt. De én most én is csak tippelek, a félvérherceg. Ez nem valami, hogy Kruxot megtaláltak 19 évig. Sértetlen volt. Én már tudom, de meghagyom neked. Nem kell, vidd nyugodtan, tényleg, alázd meg. De csak félbe viszem el. Halálára kéri. Az a tuti tippem amúgy, és pont ezt nem mondom. Viszlát. Viszlát. Ott repül a méltóságom. Tudom. Ez a Harry Potter és a halál erekjének az utolsó mondata. Igen. Harry Potter és az utolsó rész. Harry Potter és a... halál erekjé. Helyes. És azért ezt a mondatot választottuk, mert ez az utolsó mondat a könyv sorozatban. Ó. Csak
azért gondoltam, hogy ez a halál ereké, mert ugye 19 év múlva látjuk őket felnőttként. Érted? Aha. A vonatmállomáson, amikor már a saját kis csemetéikkel mennek a... Ez megindult Harry erekciója. És 19 évig kitartott. Újságot egy pillanatra sem. Végis ennek a gyönyörű, nem is tudom, fenomen. Mindig ezzel a szóval jelezték az előzeteseket, szóval ennek az egész sorozatnak ez a záró mondata, ez nagyon szép, és hazamegyek, és újra nézem az összes filmet, és elolvasom az összes könyvet. Nekem 5 pontom lett. Nekem csak 2. Csúfos vereséget szenvedtem. Nagyon jó volt a kvíz. Nekem nagyon tetszett, attól függetlenül, hogy nem vagyok egy Potterhead. De ehhez képest hozzám képest. De mivel nyertem, ezért nekem nagyon tetszett. De még nekem is jó volt. Szóval 4-3 lett a vége. Te nyertél, gratulálok. De köszönöm. De szerintem ez nagyon kiélezett volt, és igen, abszolút szerintem királyok voltunk. Igen, és tökre meglepődtem, hogy mennyire emlékszem mindenre. Sajnálom. Nehéz, igen. Szomorú. Hogy gyászos pillanatokban megszólalni. Legyőztem a Zsófit. Szóval nekem 5 sikerült, de nehéz volt. Egyébként tényleg nehéz volt, nem saját magam mentségére. De azért ügyes. Trükkös ez az átfordítós sztori, amúgy ez biztos. Igen, mert szerintem eléggé nehezített is volt a pálya ezekkel az össze-vissza fordított idézetekkel, úgyhogy... Lehet, hogy amúgy meg, hogyha nem lett volna össze-vissza, akkor meg túl könnyű lett volna. Lehet. Köszi, hogy velünk tartottatok. Várjuk véleményeiteket kommentben. Sziasztok!